Sürgősségi betegellátás szabályrendszere és finanszírozása a mai naptól hatályos módon úgy változik, hogy a korábbi fix díjak kétszeres emelését jelenthetjük be a mai nappal. Ez azt jelenti, hogy ha egy-egy területre lefordítom, hogy a sürgősségi betegellátó osztályoknál progresszivitási szinttől függően a korábbi fix díjazást, ha nézzük, akkor ezeknek a dupláját kell az idei, illetve a mai naptól kezdve az intézményekben elkönyvelni. A sürgősségi betegellátó osztályokon március 1-ével az egyes progresszivitási szinten a korábbi 5,6 millió helyett 11,3 millió forintot kapnak a kórházak, a kettes progresszivitási szinten korábbi 11,7 millióhoz képest annak dupláját, tehát 23,5 millió forintot, hármas progresszivitási szinten, ami azt jelenti, hogy a legmagasabb ellátási szintet képviselő intézményeknél, megyei kórházak jellemzően, illetve az egyetemeknél, a sürgősségi betegellátó osztályok 31 millió forintot könyvelhetnek el havi rendszerességgel fix díjként.